mindenki Magyarországon abból indul ki, hogy a végén egyszerűen a számok hatására, a dolgok, ahogy mennek, ahogy azoknak mennie kell hatására, össze fog állni Magyar és Gyurcsány, mert ugye ez a kérdés, ami mindenkit izgat. Szerintem nem fog. Ez igaz, ez egy fontos kijelentése SZ-bírónak, ez valóban ki fog majd derülni, hogy mi volt ennek az oka, ennek a pálfordulásnak, és ez ráadásul nem kormányfogként történik meg, hanem 2009-ben egy szentpétervári gazdasági fórumon, ahova Putyin elnök elhívja Orbán Viktort. Jó napot kívánok, ez itt a Magyar Közöny, a frisshírek.hu közéleti politikai magazinja. Ma ismét a belpolitika, de egy nagyon picit az olimpia is a látóterünkbe kerül, és ehhez nem más, mint Kócián Péter járul hozzá, mint politikai elemző, jól mondom? Na, mondhatjuk ezt. Mondhatjuk. Igen. Aztán lesz egy nagy bejelentésed is, de azt hagyjuk a műsor végére. Igen. Kezdjük egy kicsit az olimpiával. Hát totálisan átpolitizált olimpia lett de ez a párizsi. Így van, szerintem mindig? Ez a nem téma, hát ez természetes. De hogy ilyen megnyitó, amire a Vatikán is reagál... Senki nem beszélt arról, ezen gondolkodtam. Pont most olvastam el egy Napóleon életrajzot Tarlétól, hogy a francia állam, a francia köztársaság a 18. század óta egyházellenes, éppen katolikus is ellenes, de hát lehetne református ellenes is. És a társadalom az egyik legszekulárisabb abban az értelemben, hogy a legvilágibb, ahol a legtovább vitték az állam és egyház szétválasztását. Franciaországban simán látsz olyan kulturális rendezvényt, vagy olyan, én személyesen is láttam olyan építményt, ami templom. És nem tisztelik abban az értelemben, hogy bármi lehet benne, kiállító terem. Tehát amit a kommunistákra az egyházat hivatalosan, doktrinálisan üldöző közéleti személyiségekre és ideológiára mondtunk, az Franciaországban mindennapi gyakorlat 200 éve, vagy 200 sok éve. Tehát a Franciaországban az, hogy egy keresztény szempontból blasfémiát követnek el, tehát megszentségtelenítenek egy egyébként szent képet és jelenetet, ez Franciaországban teljesen természetes. Az államhatalom, ez nem liberális dolog, ahogy ezt a jobboldali sajtó definiálja. Ez nem a jelenkori liberalizmusról szól. A francia állam Robespierre óta egyház ellenes, az intézmény ellenes, az egyház és állam szétválasztásának a legnagyobb harcosa. Mondom, templomok vannak, ami kiállító termek ma Franciaországban. Ha megengedsz egy közbevetést, egy nagyon érdekes történelmi tényt fedezett fel egy kutató, hát illetve nyilván ezt többen kutatták, hogy Franciaországban már valami elindult jóval a nagy francia forradalom előtt, és az például a gyertyavásárlás volt. Uh-huh. Tehát, hogy egyre kevesebb olyan gyertyát vettek a templomokban, ami ugye a templom bevételének számított, és ezzel is bizonyították azt, hogy a köznép már jóval előtte elfordult az egyházaktól. Igen, tehát lehet, hogy a társadalom egyháztalanodott. Ez nem azt jelenti, hogy kevesebb ember vallásos Franciaországban, de biztos, hogy több ember fogadja el, mint evidens tényt, hogy szét kell választani ezt a két intézményt. De a Vatikán megszólalása azért valamilyen szinten furcsa számomra, mert ilyen... Mondom, most olvastam a Bonaparte Napóleon életrajzát, most fejezem be éppen ma este majd. Napóleon egy ponton fogta és elfogta a pápát, és átszállította, mint a középkorban, a más francia uralkodók átszállította őt Franciaország területére. Tehát egyébként ez is nekem arról szól, ez az Európa koncepció, hogy az Európa, amit a szocialisták alakítottak ki Magyarországon, hogy az Európa az a konszenzus, meg a tisztelet, meg egyebek. Ekközben Franciaország, mint államhatalom a történelem során bármikor megsértette az egyházi állam szuverenitását, a Vatikán állam szuverenitását, és egyébként doktrinális szinten, állami szinten, alkotmányos szinten, politikai gyakorlatban semlegesítette, neutralizálta az egyházat. Tehát ez olyan, mint a Kolosi tér környékén beszélünk, mint hogyha az itt a 18. században épült templomot a magyar állam bezárná, és kulturális térre alakítaná át. Hát azért nálunk ez elképzelhetetlen, ebből óriási felháborodás lenne. Franciaországban ez 200 éve gyakorlat. Tehát amikor
egy a keresztények számára ikonikusnak számító, spirituális értelemben is ikonikusnak számító, tehát nem csak egy bejáratott ikon a modern marketing értelmében, hanem egy lelki tartalommal átitatott jelenetnek a modernkori és szekuláris és nem keresztényi, vagy nem a katolikus egyház hivatalos doktrinájával azonos módon értelmezett jelenetet csinálnak belőle, akkor semmi más nem történik, mint a francia állam, amely nyilván finanszírozta ezt a dolgot, folytatja azt a fricskát, amit 200 éve vagy 200 valahány éve folytat a katolikus egyház, főleg a katolikus egyház ellen. Miközben ugye a hugenottákat meg simán üldözték, tehát a protestánsokat meg kiszorították 100 évvel korábban az országból. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nem mentek át a szokásos államegyház, egyházak közötti vitákon, de a francia állam az olyan mód, tehát, és ezt nem emeli ki senki sem, hogy a Vatikánnak, amikor erről beszél, a francia állammal van vitája, a francia államfelfogással van vitája, de ez nem most keletkezett, ez nem a liberálisokról szól, ez egy 200 éves vita. Ettől még nem kevésbé fontos, nem azt mondom. Nekem érdekes az, hogy ez egy egységes Európa, ahol mindenki szép és szerelemben van, és pluralitás van, és államegyház szét van választva. A francia az egyik megoldás. Gondolj abba bele, hogy a szomszéd országban, Németországban, én úgy tudom, hogy a mai napig úgy van, hogy neked nyilatkoznod kell arról, hogy nem fizeted az egyházi adódat. Magyarul megszületsz, vagy német leszel, német állampolgár. A gyerekfüggő is. Náluk, akkor te igen. Automatikusan fizeted az egyházi adódat, és csak mellékesen mondasz le róla. A Strasbourgban, a másik oldalon, vagy a város a határ másik oldalán fel sem merül ez a dolog. Tehát ennyit egyébként az egységes Európára, meg állam is egyház szétválasztására. Hát vagy gondolj bele abban a nagyon erősen katolikus országban, mondjuk Spanyolország, ha már mint a szomszédjáról beszélünk Franciaországnak, de a hugenottákról még talán egy mondat, hogyha nem menekülnek sokan Svájcba, akkor milyen kevés óragyártó manufaktúra lenne most. És Amerika is kevésbé lett volna sikeres. Így van, és az angoloknál is egyébként nagyon fontosak voltak a kapitalizmus építése. Tehát az, hogy ez a vita, erről nem beszélünk Magyarországon, ez nem a liberalizmusról szól, ez a francia államfelfogásról, a francia szuverenitásról, a francia államegyház viszonyról és annak a kiterjesztéséről szól, és egyébként a franciák, ahol csak tehették, ezt a felfogást követték. Igen, csak tudod, ott van az algériai boxoló esete is, amiből tulajdonképpen hát ilyen világbotrány, vagy nem tudom, ilyen skandallum született. És hogy nagyon érdekes, hogy ez úgy gyűrűzik be a jobboldali politika, nem tudom, farvizein az országokban, de mondjuk leginkább most Magyarországról beszélek, hogy valami teljesen extrémitás. És hogy nyilvánvalóan azok a szélsőjobbos vagy jobboldali pártok, akik úgymond a normalitást, vagy az általuk elképzelt normalitást követik, azok ilyenkor fel tudják tenni ezeket a dolgokat egy ilyen, nem tudom, vászonra is kutogathatják, mind ahogy látjátok? Hát de ez mindennel így történik, tehát hogyha újfasiszta csoportok Németországban végigvernek migránsokat vagy bevándorlókat, akkor meg a baloldal teszi ezt. Tehát azért ez a jelenkorhoz tartozik hozzá, hogy mindenki azokat a példákat ragadja meg, amelyek az ő ideológiájába, az ő politikai tematikájába illeszkednek bele. Aztán ez vagy a valóság tényleg fontos szelete, mint amikor ugye a jobboldali sajtó rámutatott arra, hogy 2015-16-ban ugye Merkel, mint kancellár és a csapata letiltotta ugye a szilveszteri megerőszakolások, meg atrocitásoknak, meg emberek ellen, ugye kezdetben ez néhány ember ellen, tehát egyének elleni fellépés volt, és nem engedték, hogy erről szóljon a német sajtó. Ez nyilván egy általános probléma, és ez nyilván hiába a jobb oldal mondja, ez akkor is a demokrácia általános állapotának egy fontos jelzője, amit egyébként ki kéne beszélnünk. Természetesen ez a kibeszélés mindig elmarad, mert ilyenkor senki nem tisztázza túl azon, hogy fölháborodik a dolgon, és elmondja maga igazságát ezzel kapcsolatban, vagy éppen támogatja Merkelt, hogy nem csinált ebből migráns ügyet. Ezen túl soha nem jutunk el oda, hogy akkor most mi van a sajtószabadsággal. Vajon a német kancellár központi szerepe és hatása a német médiára, legalábbis ugye az elektronikusra, tehát ami tévé meg rádió, meg adott esetben a nyomtatott lapoknak a főszerkesztőire, amikor el tudnak csendesíteni egy tematikát, amikor el tudják azt érni,
hogy egy-két krakéler bulvárlapot leszámítva mindenki ugyanolyan módon kezel egy témát, akkor ez vajon helyese vagy nem? Ez például éles ellentétben áll az angol száz sajtófelfogással, ami Nagy-Britanniában, Európa egyik egykori tagjában, az Európai Unió egykori tagjában uralkodik, ott ilyen elképzelhetetlen, hogy összehívják a főszerkesztőket. Nem tudom, miként kellene ahhoz. Tehát ahhoz, hogy egy éles atomtöltettel felszerelt tenger alattjáró, brit tenger alattjáró, vagy akár orosz lemarad a föld alatt Britannia partjainál, talán ez lenne egy olyan dolog, amire azt mondanák a főszerkesztők, hogy jó, erről addig nem beszélünk, amíg el nem intézitek ezt, de ez se biztos. Főleg de most egyébként, hogy Anglia szerte zavargások törtek ki. De az, hogy egy sima, migrált, egy sima atrocitást egy központi kancellária tud irányítani, ez 2015-ben megtörtént Magyarországon, és én azért hozom ezeket a példákat, mert hogyha, meg azért fontos, hogy erről beszélünk, mert hogyha Orbán Viktornak a sajtószabadsággal kapcsolatos politikáját elítélik emberek, ha azt mondjuk, hogy ez egy korlátozó politika, ne változtatás mondjuk 2000 előtthöz képest, akkor szerintem nekem evidens, tehát nem tudom, hogy lehet leállítani a gondolatmenetet azzal, hogy a nyugati példákat nem beszéljük át, mint ahogy egyébként az is érdekes dolog, én a Spectator nevű brit lapnak vagyok az olvasója, ez egy heti lap, ez egy mondjuk úgy, hogy alapvetően konzervatív lap, de ez Magyarországon elképzelhetetlen módon konzervatív, mindenki írhat bele. Liberálisok, baloldaliak, bárkiek, mondjuk marxisták, baloldali, nagyon baloldaliak nem írnak bele. De ez egy ilyen értelemben nyitott lap, ahol az egyik cikkíró azt szóvá tette, aki a úgymond szélső jobboldali, hogy vajon szabad-e megnevezni, hogy ezek migránsok, nem migránsok. Eljátszott azzal a Magyarországon nehezen érthető poénnal, hogy romák, románok voltak azok, akikkel évekkel ezelőtt ilyesmi történt. Egy másik hasonló esetben, nyilván ez egy nyelvi poén volt, amit minden azért nem értékelünk, mert nem szeretjük, amikor Budapestet és Bukarestet valaki összekeveri. De hogy ezen én is elgondolkodtam egyébként egykori újságíróként, vagy most, hogyha ilyesmivel foglalkozom, hogy vajon szabad-e, mikor szabad-e, hogyan szabad-e, a klasszikus érvet vette elő, hogyha nem mondjuk meg, hogy milyen migráns bevándorlók voltak-e, vagy sem, és hogy milyen nemzetiségűek voltak, akkor egy általános felháborodás fog keletkezni. Ha megnevezzük, akkor legalább tudjuk. Csak ugye itt mindig az a probléma, hogy amikor brit ember ver meg, nem is brit, hanem angol ember, bár mindez egy érdekes dolog, hogy mi az angol ember, szóval amikor angol ember ver meg angol embert, vagy bevándorlót, akkor ugye a többségi társadalom tagja ver meg valakit, akkor nem írjuk le, hogy a többségi társadalom tagja tette ezt, de ha pakisztáni volt, paki, ahogy ott mondják, vagy jamaikai, vagy kelet-európai lengyel, hogy lengyeleket megnevezik, úgy általában a lengyel az egy közkeletű név, az ismert népcsoport a brit populáris sajtóban, meg a sajtóban, szóval azokat meg megnevezzük. És ez ugyanem Magyarországon a cigánybűnözés, ha van egy cigány elkövető, nincs elkövető, ha ezt megnevezzük, akkor meg kell nevezni, szerintem akkor meg kell nevezni a többségieket, és magyarul minden egyes alkalommal meg kell nevezni ezeket a dolgokat. De ez egy nagyon érdekes társadalomtudományi szempontból, nagyon érzékeny, aktuálisan ez a kérdés, mert ugye itt arról van szó, hogy egy társadalom egységét és koherenciáját kell fönntartani, és nem jó az, hogyha emberek elkezdik etnikai alapon, de bármilyen alapon, tehát tévedés ne esik, mindig etnikumokról beszélünk. Jó lenne az, hogyha azt mondanák, hogy egy református elkövető volt a gyilkos, vagy katolikus elkövető. Ugyanaz a mechanizmus indulna be, ez nem csak a migránsokra, meg a kisebbségiekre igaz. Ugyanaz a mechanizmus, nem csak etnikai, vagy faji, vagy csoport alapon lehet ezt kialakítani, vagy bármilyen csoportot lehet így viktimizálni, és akkor beindul egy olyan folyamat, és ma ebben azt látom, hogy senki nem tudja, a pszichológusok se tudják, két iskola van, nevezzük meg, és akkor legalább nyíltabb lesz a beszéd, és korlátozzuk ennek a hatását. A másik, ami a többségi, hogy ne nevezzünk meg senkit se,
cserébe marad ez az angolul word of mouth, magyarul ez az egymás között megbeszéljük, és akkor jön ez az utalgatás, hogy úgy is tudjuk, hogy kik voltak azok. Jönnek ezek a poénok, ugye, hogy bizonyos csoport vagy rasszjegyeket, vagy vélt rasszjegyeket emlegetnek, és akkor azt szerint a beszéd, a két hétköznapi beszédben meg elmondjuk, hogy ez kicsoda, vagy kit azonosítunk. Tehát az előítélet megmarad, ennek a nyelvi kifejeződése megmarad, csak egyszerűen be van tiltva a nyilvánosságban, a gyártott nyilvánosságban, újságírók, Facebook kommentek, egyebek, ugye a Facebook is letiltja ezeket, de ezek közben jelen vannak. És hát innentől kezdve a kérdés az, hogy a gyártott médiának mekkora, mi a jelentőség egy társadalomban? Csinálja az indulatokat, vagy csak közvetíti azt, ami a társadalomban van? Ez meg egy nagy kérdés ebben a dologban. De ez is nagy kérdés, ugye, hogy Orbán Viktor tusványosi beszédében volt egy-két nagyon, tehát most külön szerintem 3 óráig elemezhetnénk, hogy mi hangzott el, de számomra egy nagyon érdekes gondolat, és itt érnék vissza egy kicsit Magyarországra, Párizsból, vagy akár Londonból, hogy a felvilágosodás eszméi. Tehát eljutottunk odáig, hogy a magyar miniszterelnök a felvilágosodás eszméit próbálja meg, nem tudom, pellengére állítani. Hát Magyarországon ez blaszfémia, ugye, egy másik nézőpontból nézve, ami a liberalizmuson, meg a, tehát a nem konzervatív gondolkodáson alapul, de hát ha valaki előveszi, nekem megvan, most olvastam bele a konzervativizmus nevű kötetet, ami magyarul is megjelent, vagy az Osiris adta ki, vagy a századvég, most nem tudom. És hát az azzal kezdődik, egy 16. 17. századi szerzővel, aki azt mondja, hogy haladás, meg ez, mi ez, nem volt ez benne, sem a Bibliában nincs benne, sehol nincs benne, Istennel kezdődik a világ, Isten ennek a dolognak a központi eleme, belőle kell levezetni a cuccot, Isten pedig, hát örökké való, tehát ez az egész haladás gondolata, hogy itt erre politikai jogokat alapítanak, meg politikai rendszereknek a legitimációja az eljött, azt mondják, hogy jobb a jelenlegi, mint a múltkori, vagy az előző, ez egy hülyeség. Ez teljesen ellentétes az emberi gondolkodással. Orbán Viktor imádja húzogatni mindenkinek az orrát. És imádja magára venni ennek a krakélernek a szerepét. De hát az a nézet, amit ő megfogalmazott, ez egyébként egy több száz éves nézet, ami körülbelül az újkorban született meg, vagy ebben a formában az újkorban született meg, körülbelül ugyanakkor, amikor a liberalizmus felé elkezdtek tájékozódni emberek, filozófusok legalábbis, és körülbelül akkor, amikor a piaci mechanizmusokon alapuló társadalom egyre nagyobb teret nyert. Tehát ez mellbevágó itt Magyarországon. Nem azt mondom, hogy nem újdonság akár ma Nyugat-Európában is, vagy az amerikaiaknál, de az amerikaiaknál már gyakrabban előfordul ez a dolog. Egyébként egy másik dolgot akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy amiben gondolkodom azon, hogy mi a különbség Trump és Orbán ideológiájában. Mert ugye most a trumpisták is nagyon szeretik Orbán Viktort. Orbán Viktornál sosincs szó az egyéni jogokról. Arról, hogy az ember van, és ez a létezése, a képességei, az agya, az isteni származtatottsága, felhatalmazottsága, az ad neki jogokat. Jogokat a magántulajdonra, jogokat önmaga megvédésére, ugye ez a fegyverviselési vita az Egyesült Államokban, hogy persze egy közösség tagja, de az amerikaiaknál a közösség az András, Viktor, Péter közössége, nem az államnak a közössége. Mi majd alapítunk egy államot, mi majd először létrehozunk egy közösséget, egy 3 tanya megszervezi a közös életet, aztán meg találkozik még 20 másik tanyasival, akkor rájönnek arra, hogy a folyót, ami 10 kilométerre van, jó lenne együtt szabályoznunk. Ez az amerikai közösségi felfogás, ami aztán persze az államhoz is elvezet. De nem az államból van ez. Egyébként ez egy kontinentális dolog, tehát Európában általában hiányzik ez a folyó. Csak mondom, hogy ez a Orbán Viktor kétségbe vonja a felvilágosodást, eközben azért nem minden konzervatív megy vele ezen az úton, miközben ma a propagandában is
a tükörben úgy látszik, hogy a konzervatívok azok egyesültek egy nagy népfronttá. Itt az ilyen jelentős különbségek hát ez... vannak. És számunkra az a fontos, hogy Orbán Viktornál az egyéni jogok, az egyéni szabadságok és az egyéni szabadságokból felépülő rend és közösség az sosem hangsúlyos, miközben a konzervativizmusnak számos olyan ága van, meg a jobboldaliságnak, ami ezt fontosnak tartja. Tehát egyébként Orbán Viktor olyan ideológiai vitákba keveredne amerikai konzervatívokkal, nyilván erre azt mondaná, minden társadalom más, mindennek más a agyában a leképeződése saját történetének, saját helyzetének, tehát most nem zúztam szét Orbán Viktor gondolatmenetén, csak érdekes abba belegondolni, hogy azért Orbán Viktor Texas kormányzója lenne, alaposan át kéne alakítani azért a itt szentnek és érthetetlennek vélt konzervatív ideológiáját. Hát jó, de véleményem szerint, hogyha így pszichológiai lényről beszélünk, mint emberről, ezek ideológiák a hatalom megtartásáért. Tehát ebben semmi nincs szerintem, egy könnyen átlátható dolog. Tehát nyilván azokkal kommunikál és azokhoz szól, akik ebben az ő által, akik vagy elképzelt hierarchiába be tudnak igen. épülni. De hogyha megnézzük, a 2025 Project nevű amerikai, igen. hát hogy mondjam, egy ilyen nem is kiáltvány, miért programpont vagy programfüzet, vagy nem igen. tudom minek nevezem. Kormányprogram előkészítés. Hát azért az elég kemény. Tehát az egy durván disztópikus valami véleményem szerint. Mi benne a disztópikus? Hát, nem a valóságból indul ki. Hát véleményem szerint semmiről nem szól, ugyanaz. Fölülről akar valamit igen, tehát egy olyan dolog, ami egy tulajdonképpen egy hatalom megtartási technika tele ideológiával. Tehát nekem a kognitív diszonancia, amikor ilyenkor mindig belép, mert hogy úristen, nekünk kell a hatalom, kell a pénz, és ezt hogy tudjuk a magunkévá tenni, vagy megőrizni? Írjunk egy ilyen Project 2025-öt. Igen, de egyébként erre ugye a konzervatívok mondják azt, hogy amikor a liberálisok szabadságról beszélnek, szabad piacról, stb. Az sem más, mint egy újraosztási technikának a megideologizálása. Na jó, csak hogyha az abortusz törvényt nézzük, ebben a Project 2025-ben bizonyos szinten, de most már államok szintjén is Amerikában, hát ezt hogy vagy miért? Érted? Tehát, hogy... Hát mert ez a meggyőződésük. Tehát ugye azt mondják, hogy és hát ugye az abortusz azért az nem egy szóval lehet úgy megfogalmazni, hogy ez nem egy kompromisszumos kérdés. Tehát egy adott ponton azt kell mondanod, hogy az ő életét még el lehet venni, vagy itt, tehát a tárgynak, ha még nem a babát, vagy a magzatot, vagy a megerett magot nem nem személyisítjük emberré, ezt meg lehet szüntetni a létezését, és egy másik felfogás szerint meg nem. Ebben nehéz kompromisszumot kötni. Nyilván egy kompromisszum kötődik, hogy a hanyadik hét, a milyen testi, pszichikai állapot az, amiben ez még megengedhető, és az is fontos, hogy milyen indokokkal engedhető meg, milyen körülmények között engedhető meg, életveszély, megerőszakolták a nőt, stb. Mondjuk a kényszert azt elfogadjuk-e, mint születési tényezőt, vagy azt mondjuk, hogy ha valakit megerőszakoltok, akkor joga van azt mondani, hogy én ezt az életet nem akartam. De hát egy adott ponton valakinek ebben döntenie kell. A bíróság is dönt, a pszichológusok is döntenek, a biológusok is döntenek, az orvosok is döntenek. Politikusok egy csoportja miért ne dönthetne ebben a dologban, akiket egyébként fölhatalmaztak erre. Tehát szerintem ezt a vitát nem lehet úgy eldönteni. Tehát ha azt mondjuk, hogy de miért mondják, a meggyőződéssel, egy átitatott érzelemmel, értelemmel, gondolatokkal és egy álláspont alapján lehet ezzel vitatkozni. De elvitatni azt a jogot, hogy ez egy megvitatandó kérdés, hogy adott esetben a politikai hatalom birtokában dönthet jut egy győztes csapat, hogy ezt vagy azt csinálja. Egyébként most, ha erről beszélünk, azt hiszem, hogy a bal és jobb oldal ellenállásának Magyarországon is és Nyugat-Európában is az az egyik oka, ez az elvitathatóság. Tehát itt nem azért, itt a viták nem arról, nem valódi viták folynak, valódi liberális viták folynak arról, hogy kinek milyen érvei vannak, kit érint az adott dolog, mi az igazság abban, amit mond, vagy miért mondja azt, hogy nem, ha nem az igazság érvényesül abban, amit mond, de miért koherens, elfogadható, reális az, amit mond, hanem ez a vita rendszeresen átcsap abba,
hogy mondhatod-e azt, amivel én nem értek egyet. Ha te azt mondod, akkor te embertelen vagy. És ez az a pont, amikor ezek a különböző nézetek, ideológiák, filozófiák és az őket képviselő emberek egymás létét, a szóláshoz való szabadság jogát vonják kétségbe, és ez az a pont, ahol a másik fél, akinek kétségbe vonták a jogát, elkezdén apokaliptikus érveket mondani, mert ha a lételmélet szintjén kell bizonyítani azt, hogy de miért így, akkor ő is előjön azzal, amit Orbán Viktor alkalmaz, hogy nem igaz, ugye ő azt mondja, lesöpli a vélemények. Az ember ilyen, az ember olyan, az abból az következik. Hát megkérdezik tőle, hogy miért nem vitatkozik, amire ő azt mondhatja, hogy hát miért vitatkozom, ez egy állítás. Tehát soha az életben nem fogunk abban egyetérteni, hogy tehát aki szerint Isten nincs, azzal én mit vitatkozzak, aki szerint Isten van? Aki szerint Isten van, és szerves alkotó eleme annak a világnak, amiben élünk mindenestül, az az ember mit vitatkozzon azzal, aki szerint a világ úgy kezdődik, hogy Isten nincsen, és ember határozza meg ezt a dolgot. Tehát, de ez azért van szerintem, mert hogy olyan vita, nem azt mondjuk, a vitakultúra alakult ki. A vitakultúra azért alakul ki, mert az álláspontja, az egyes emberek álláspontja helyezkedik arra az alapra, ahol elvitatja a másiknak a vélemény, a nézetéhez való jogát. És azt mondja, hogy diabolizáljuk egymást, ördöginek festjük le a másikat. És szerintem egyébként újságíróként, mert úgyis majd erről kell beszélnem, hogy mi az arcpolitikám, nekem az az álláspontom, hogy kell legyenek olyan emberek, csoportja, céhe, de szabályozatlanság nélkül is lehetnek, ez az igazán liberális álláspont, nem kell egy cég szabályzatot alkotni erről, akik azon dolgoznak, hogy egy adott társadalomban ne legyen norma az, hogy kétségbe vonjuk a másikat. A vita az ne azt jelentse, az eltérő nézetek ütközése ne azt jelentse, hogy amikor én mondom rólad, hogy hülyeségeket beszélsz, akkor egyben elvitathassam azt is, vagy sugallhassam azt is, hogy a te létezésed is káros, tehát jó lenne téged megszüntetni, úgy fizikailag is. Vagy el kéne némítani téged, mert annyira szörnyű a véleményed, ami embertelen, árt a társadalomnak, stb. Én gondolatom azt, hogy árt a társadalomnak. De kell legyenek olyan emberek és olyan keretek, ahol te csak ebben a, hogy mondjam, a zárójelek között mondhatod azt, amit mondhatsz, mert a zárójel az azt jelenti, hogy a másik ember létét, olyan értelemben a jó indulatát, hogy ez mindenkiben benne van, hogy a közösséget, vagy az egyént akarja szolgálni, ez mindegy, de hogy egy helyes rendet akar teremteni, ezt nem vitatjuk el a másiktól, mert ha elvitatjuk, akkor kizárjuk őt abból a társadalomból, akkor alapot teremtünk arra, hogy valaki azt mondja, hogy tehát rá már nincs szükség, tehát őt kizárhatjuk. Amikor a hatalomról beszélsz, hogy ez csak a hatalom megragadásáról szól. Szerintem a hatalom az egy olyan típusú dolog, amely önmagában véve alkalmas arra, hogy omnipotens legyen, hogy ne ismerjen határokat. Ez ugyanolyan, mint hogyha holnap elkezdünk egy bizniszt csinálni. Csinálunk egy pop együttest, hogy itt a kedvenc témádnál legyünk, és azt mondjuk, hogy ennek a pop együttesnek minden jár. Tehát neki kell a hét minden napján minden kereskedelmi rádióból szólnia, minden fesztiválon neki kell kapniuk. Oké, de mert maximalizálni, azt gondoljuk, hogy ez zseniális, és tegyük fel, hogy Taylor Swiftet hozunk létre. Tehát tényleg mérhetetlen igény van erre a dologra. Tehát nem tudsz annyi, nincs az a mennyiségű koncerthelyszín, amit ne töltenél meg vele. Tehát nem tudod annyira adni a jegyet, hogy még mindig ne töltsék meg ezeket a koncerthelyszíneket, ne vegyenek át. Taylor Swift ma itt tart. Tehát egy perc múlva kiad egy lemezt, az 10 perc múlva az a világ 10 perc alatt ismert letöltési sebességét meghaladó módon, és van. Meghaladó mennyiségű emberhez fog ma eljutni. Lehet, hogy 5 év múlva már nem, de most ez történik. De teljesen természetes, hogy Taylor Swift, amit a menedzsmentje, arra törekszik, hogy omnipotens legyen Taylor Swift, és kialakítsák ezt a vágyat, majd be is töltsék azt. De attól társadalom a társadalom, hogy munkamegosztás alakul ki benne, és vannak emberek, akik az egész keretre figyelnek.
Hát figyelj, szerintem ez az újságírás értem. Abszolút értem. Nekem továbbra is az a problémám azzal a felfogással, amit Orbán visz, hogy véleményem szerint ez egy hozott minta által elkészített program, ami valójában semmi másról nem szól, csak Orbán személyiségéről, amit ő ki akar projektálni mindenkire. Okay, de miért Orbán Viktorról mondod csak ezt? Magyar Péter is egy politikus. Mert még nem jutottunk el odáig. Tehát, hogy és majd, most én azt akartam mondani, hogy a politikusnak ez a sajátosság, és szerintem ez, én mindig politikapárti vagyok, én nem akarom elvitatni a politikustól a politikát. Nézd meg azt, hogy ezek az olimpiai bajnokok, ezek monomániások. Ezek nem ismernek se Istent, se embert. Magukat is. Tehát Erős Zsoltot kifogásra azt mondtuk, hogy még akkor is csinálja, amikor már emberi számítás szerint nem kéne csinálnia. Fél lábbal, másnak a segítségére támaszkodva. Az olimpikonok, meg bármelyik élsportoló mit csinál? Nem, az önkizsákmányolásnak egy olyan formáját hajtja végre, amire egyébként nyugodtan lehetne azt mondani, hogy ez embertelen és fölösleges. Tehát azt akarom mondani, hogy vannak dolgok, amelyekben benne rejlik az, hogy nem akarjuk, hogy vége legyen, hogy aki benne van, az mindent ki akar ebből hozni. Szerintem a politika is, én csak azért akartam, hogy nem csak, mi mindig a politikáról beszélünk, nem csak a politika, az olimpia bizonyítja azt. Nem, teljes mértékben egyetértek vele. És én azt mondom, hogy minden szereplőt így kell. Aki ebben részt vesz, az ebben a mókuskerékben vesz részt. De ilyenkor talán a politikusoknak a, hát hogy mondjam, kiszűrése, tehát a megfelelő jellemek kiszűrése, viszont szerintem ez talán lehet, hogyha egy csomó olyan álláshoz pszichológiai teszt, vagy külön vizsgálat, hogy mondjam, szükségeltetik, akkor lehet, hogy ez a pszichológusoknál is kiszűrne nagyon-nagyon rossz személyiségtípusokat. Szerintem ezek mellébeszélések. Uh-huh. A Napóleonnak egyszer csak azzal kellett szembesülnie, még az utolsó évben, 1814-ben is, mondjuk ott 30 ezer emberrel, a vele szemben álló csapat volt 60-70-90 ezer, a 30 ezer emberrel ez a csávó mindenkit, kisebbségi helyzetben is mindenkit szétvert, minden csapatot, ami elé került, és akkor már 10-20 éve tábornok minden csatát megnyer, ahol ő van, elképesztően tud fanatizálni, elképesztően tehetséges katonai vezető. És természetesen esze ágába sincs lemondani a hatalomról. Már a legközvetlenebb, leghűségesebb marsaljai kérelik, hogy kössön békét, egyezzen ki azzal, amit éppen kínálnának a szemben levők, nem engedi. Az öli meg a rendszerét, hogy egy katonai zseni, egy közigazgatási őrült, aki Moszkvában, az égő Moszkvában éhező csapatok között is dekrétumokat bocsát ki, hogy a francia társadalom mit csináljon, meg száz országban milyenek legyenek a vámtörvények. Tehát körülötte szétesik minden, de a birodalmával foglalkozik napi 100 órában, és alig alszik. Pedig éppen... Furcsa áthallások vannak ebben a történetben. Pedig éppen lenne mással való mással is foglalkozhatna. Azért bukik meg a dolog, mert a gazdasághoz nem ért, és az Anglia kontinentális blokkádjával addigra már kialakult a világgazdaságnak az a rendszere, amiben az angliai áruk be nem áramlása, az megöli a francia burzsóáziát is, meg a kontinentális burzsóáziát is. 1914-re elvész a támogatás. Egyszerűen már mindenkinek elege van a napóleoni uralomból, annak a francia burzsváziának is, ami addig imádta. Mindenkinek, Olaszországban nem lehetett kivinni a sejmet, meg bármit, textilanyagot, el kellett vinni Lyonba, hogy Lyonból lássák el az egész meghódított Európát. De egy idő után a lyoniak nem tudtak nyersanyagokhoz jutni, mert az az angoloknál voltak, amik a kontinentalizálat miatt nem tudtak bejönni, ezért a lyoni tőkések is elkezdtek szegényedni, és elvesztették a piacaikat, nem tudták fenntartani magukat. Napóleonnak semmi érzéke nem volt ehhez, és aztán úgy alakul a vele szemben állóknak a szövetsége, hogy már Párizsnál vannak, mondom, hogy még sorra veri őket, sokkal kisebb sereggel is győzelmeket arat, és be kell látnia, hogy senki nem szereti már azt, amit csinál. És ha Orbán Viktor párhuzamára gondolsz, én azt gondolom, hogy a mai ellenzéknek azt kéne megvizsgálnia, hogy miközben szerintük minden határ át lett hágva, miközben szerintük ennek a kormánynak a népszerűsége romokba kellene, hogy heverjen. Ma ugye megszorító politika van ezekben a hetekben. Ezt nem lehet, azt nem lehet, innen veszik le a pénzeket, egyebeket.
Most megint egy vagy két hete megint ez történik, ugye múlt héten kijöttek a nagyon rossz ipari adatok, a magyar gazdaság nem úgy pörög, ahogy kéne. A miniszterelnök azonnal döntött megszorító intézkedésekről, ezt azért mondom, mert az Orbán kormányban megszorító intézkedés nem szólt ki, ezt a szó nem létezik. Nyilván azért, mert a szocialisták ebből óriási ügyet csináltak, tehát nagy divatot csináltak ebből, és nyilván a miniszterelnök... Tök jó ez a valóságtorzítás, nem? Persze, de hogy az ellenzéknek azon kellene elgondolkodnia, hogyha ilyen pocsék a helyzet, egyébként nem először, miért nem csökken Orbán Viktornak a... És szerintem nem azok a jó magyarázatok, hogy vudú mesterként fanatizálta a maga 3 millió, potenciális 3 millió, 3,5 millió emberét, akiből 2 millió még mindig kitart. Tehát ezek azok a valóságmagyarázatok, amelyek nevetségesek. Vagy hát nem tudom, tehát ezt ennyi, ilyen alapon azt is mondhatnánk, hogy az Isten úgy teremt. De recseg ropog a rendszer. Hát azért megjelent Magyar Péter, hogyha itt már úgyis szóba hoztad, 30%, kb. 10%-ra áll a Fidesztől. De ez maradhat így is. Ez a kérdés. Merre tovább szerinted Magyar Péter? Most a váteszkedést. 40%-ot el kell érnie. Mindebben az időközi felmérésben, tehát a teljes választókorú, teljes választójogú népesség körében. Ugye mindig azzal játszanak a politikusok is, meg a közvéleménykutatók is, meg az újságírók is, hogy a biztos szavazóknál hogy áll. Ez azért félrevezető, ezt mondom mindenkinek, akit érdekel a politika, mert a választáson nem a biztosan választani akarók döntik el a választást, hanem a teljes választókorú népesség dönt arról, hogy ki lesz a kormányzó erő Magyarországon. Tehát a biztos választókra vonatkozó adatok, azok, hát hogy mondjam, kitörölhetjük vele mindenünket, mert nem fontos. Magyar Péternek és a Tisza pártnak a teljes népességben kell olyan 30-valahány, 40 körüli népszerűséget elérni. Amikor ez megtörténik, akkor megtörténik az áttörés. És akkor a Fidesznek már nem közelben van az ellenfele, hanem, és már azt is mondanám, hogy nem a nyakában liheg, hanem együtt haladnak a cél felé. Te ugye ott ültél Puzsér, és tehát te moderáltad Puzsér. Magyar Péter vitán. Hát hogyha van valamilyen személyes olyan intuíciód, amit esetleg megoszthatsz velünk, hogy te hogy látod őt, mint politikust. Én személyesen nem ismerem, őt a testvére volt ugye a munkatársam, ezt már többször elmondtam, nem titok, de hogy mint személyiség van elég karizmatikus? Szerinted, hogy ezt a 30%-ot, ami egyébként egy hihetetlen szép eredmény, még följebb tudja tolni? Amikor ugye tavasz februárban robbant be, és aztán nagyon gyorsan haladt előre a népszerűségben. Amikor március-áprilisban találkoztam emberekkel, még ezelőtt a Puzsérféle hartók előtt, és aztán utána is egyébként, mindenki azt kérdezte, hogy mennyire komoly ez a Magyar Péter. Maga a jelenség, meg amit találkoztam is az emberrel, tehát az ember mennyire komoly. És én mindenkinek azt mondtam, hogy végig fogja csinálni. Ezt úgy értették az emberek idén március-áprilisban, hogy az EP választást, az önkormányzati választást fogja csinálni. És akkor utána bizonytalanok voltak, hogy jó, de hát őket az érdekel, hogy általában, és mondtam is, amikor ezt érzékeltem, mondtam nekik, hogy nem ezt a választást, a 24-est fogja végigcsinálni, hanem a 26-ost. És amikor ezt mondtam, akkor még továbbra is bizonytalanok voltak, mert nem hitték el március-áprilisban az átlag emberek, hogy ez így meg fog történni. Aztán a másik kérdés az volt, hogy na jó, de be fog állni a baloldalba, a Gyurcsányba, az MSZP-be, ebbe a szokásos összefogásos rendszerbe. És amikor azt mondtam, hogy szerintem ez az ember nem fog összeállni velük. Tehát nem ez a szokásos pávatánc lesz, hogy 2025 decemberéig azt mondja, hogy önállóan, majd 2026 januárjában arra ébredünk, vagy februárjában, hogy az utolsó pillanatban a nyomás, meg a csak úgy lehet győzelmet adatni a Fidesz-szel szemben retorika hatás alatt, majd mégis bele fog állni. Azt mondtam, hogy 2026-ig szerintem önállóan fogja végigcsinálni ezt az egész dolgot. Na ez volt ez van akinek tetszett, van akinek hihetetlen volt, de ez volt a második olyan állítás, amit teljes szkepszis fogadott. És azt hiszem, hogy a mai napig így van. Mindenki Magyarországon abból indul ki, hogy a végén
egyszerűen a számok hatására, a dolgok, ahogy mennek, ahogy azoknak mennie kell hatására, össze fog állni Magyar és Gyurcsány, mert ugye ez a kérdés, ami mindenkit izgat. Szerintem nem fog egyébként. Hát mondjuk most már odaig eljutottunk, ugye, hogy Karácsony Gergellyel leültek tárgyalni, de a TISZA programjáról én még mai napig nagyon keveset tudok, azon kívül, hogy kiderült, hogy áprilistól már van alelnökük, ugye Radnai úr személyében, és hogy tulajdonképpen mindig egy hatalmas lutri. Viszont Magyar Péter itt-ott-amott nyilatkozgat nagyon sok helyen, és egyszer ezt mondja, egyszer azt mondja. Most Magyar Péterrel kapcsolatban milyen európai képet vélhet például kivenni, hogy Európában hova helyezné Magyarországot? Tovább az Orbáni úton? Vagy egy sokkal koherensebb Európa felé mennénk? Például ez engem nagyon érdekel. Szerintem egyébként Orbán Viktor nagyon koherens Európa politikát folytat, csak mondom neked. Tehát csak Magyarországon, nem, ha azt mondod, hogy koherens, meg átgondolt, meg ilyenek, akkor a magyar emberek ezt az hülyeség, hát szerintem mindenki utál minket, meg mindenkivel szemben megy, miközben a koherencia nem azt jelenti, hogy mindenkinek a kedvéért teszed, hanem hogy összefüggő rendszert alkotsz. Na jó, csak mondjuk engedd meg, hogy beszúrjam, tehát hogy Orbán egyszer ki fogja mondani, vagy egyszer a történelem ki fogja mondani majd azt a tényt, hogy Orbán ezt egyébként miért csinálja, mert ugye vele kapcsolatban nagyon sokan mondják azt, hogy valamiért ő orosz párti lett, és ilyen pálfordulást azért én, hát nyilván olvashattam mondjuk a magyar történelem zivataros századaiból egy-két érdekes sztorit, de hát azért ilyet én sem nagyon láttam még. Föl fogom tenni a saját, tehát ez igaz, ez egy fontos kijelentése SZ-bírónak, ez valóban ki fog majd derülni, hogy mi volt ennek az oka, ennek a pálfordulásnak, és ez ráadásul nem kormányfogként történik meg, hanem 2009-ben egy szentpétervári gazdasági fórumon, ahova Putyin elnök elhívja Orbán Viktort. Más kérdés, a 2009-ben már mindenki Magyarországon úgy kezelte, hogy a legközelebbi kormányfő az Orbán Viktor lesz, ez is hozzátartozik szerintem a történelmi valósághoz. Valami, lehet, hogy ott történt valami, lehet, hogy korábban, ezt nem tudjuk. Hogy Magyar Péterrel szerintem egy, nem az, hogy hibrid rendszer, az egy foglalt fogalom már. Igen, ez egyrészt Magyar Péter szerintem egy olyan politikai magatartást fog megvalósítani, ami Magyarországon ismeretlen. A 19. században ez nem lett volna furcsa Magyarországon, ez az obstrukció. Bizony. Tehát amikor valaki tudatosan egyikkel és másikkal sem. És majd elmondja maga, és Orbán Viktor volt egy ilyen hasonló helyzetben, már abban a más, amit mondani akarok, hogy elkezdi mondani azt, hogy szerinte, hogy kéne ezt csinálni, vagy milyen az az ország, ami. Ez Magyarországon az obstrukciót, azt értjük, hogy valaki tiltakozik, meg ellenáll. De bocsáss meg, az obstrukciós politika akkor nem volt túl sikeres, sőt az ország nem is biztos, hogy jól járt vele. Szerintem Magyar Péter arra készül, hogy kivonja magát, tehát nem, senkivel nem köt koalíciót, és elmondja, hogy akintel valamivel ki kell tölteni az időt és a teret, és nem lehet mindig arról beszélni, hogy hány fesztivált szerveztünk, meg hány kártyát vettek meg eddig az emberek, tehát valamit mondani kell politikailag is. Meg a magyar emberek nem szeretik azt, hogy valaki csak ellenáll, meg hát végül is a Tiszapárt Budapesten, és egyébként az Európai Unióban is ugye kormányzó pozícióban is van, vagy lehetne, tehát a saját döntése az, hogy részt vesz az ügyek irányításában, vagy nem. Az Európai Parlamentben részt vesz, hiszen a politikai többséget adó, kormányzó többséget adó parlamenti frakciónak a tagja, koalíciónak a tagja. Tehát úgyis kormányoznia kell, vagy ahhoz hozzá kell szólnia, és ugyanis onnan ítélik meg. Budapest kérdésében nem tudom, hogy mi lesz a döntés, de azt akarom mondani, hogy valamit azért mondania kell valószínűleg arról, hogy mit fog csinálni. Olyan helyzetben lesz, amit Magyarországon eddig nem ismerünk. Nem kormányoz, de hozzászól a kormányzáshoz, és nem fogadja el a létező alternatívákat, akkor is, ha mindenki azt mondja, hogy csak ez a lehetőség van, azt fogja mondani, hogy van egy harmadik, vagy én megjátszok egy harmadikat. Szerintem, és én azt gondolom, hogy ez tavasz óta kialakulóban van benne, vagy kialakult, és szerintem a tiszapárti szavazók ezt szeretik ebben, és ahhoz, hogy a 30%-on túli népszerűséget eléri először a közvéleménykutatásokban, aztán majd a választáson, ahhoz ezt kell megvalósítani. Valószínűleg ehhez egy nagyon jó érzelmi intelligencia kell, érezni azt, hogy mit és hogyan kell mondani.
benne van az, amit most már nyíltan megfogalmaz, azért nem mondok egyértelmű dolgokat Ukrajna és az orosz-ukrán háború meg Oroszországgal kapcsolatban, mert ez elidegenít szavazókat. Ezt sem ismerjük még a magyar politikában. Ilyen még nem volt. Politikusok mindig mellé beszélnek ezekben a dolgokban. Ő nyíltan bevállalta ezt. A kérdés az, hogy ez a fajta őszinteség, ez a fajta pacekba megmondom, hogy miért csinálom, amit csinálok, ami ugye egy hasznossági dolog, tehát ha megmondanám, ti elidegenednétek, akkor nem lenne esélyem Orbán Viktort leváltani, tehát nem mondom meg, tehát marad a támogatásotok. Én úgy látom, hogy ezt a magyar közönség szereti, mert valószínűleg Magyar Pétertől azt várják, hogy váltsa le Orbán Viktort. Tehát ez az, ami az egész választói közönségét összetartja. És hogyha azt nézem, hogy belülről, mint hogyha talán elkezdett volna repedezni a NER, mert ugye például Lázár János kőkeményen neki ment Mészáros Lőrincnek, vagy Hernádi Zsoltnak a nyilatkozatait a magyar gazdaságpolitikáról, de ugye néha Matolcsi is, mint egy elszabadult hajóágy úgy működik. Elkezdett ez a rendszer repedezni, vagy csak ez valami új jelenség, hogy mint hogy egy kicsit demokratizálódna? Hogy talán hangokat is lehet belülről haladni, vagy csak Orbánit? Vagy normalizálódás. Nem biztos, hogy demokratizálódás ez. Lehet, hogy ez egyszerűen csak egy normalizálódás. 14 év kiterjedt rendszer, komplex valami, komplex kihívások. Van egy, ugye én írtam arról egy cikket az Indexen, meg a saját blogomon, hogy mi lenne, ha nem Orbán Viktor lenne a miniszterelnök, és mondjuk ő lenne a politikai vezető továbbra is, és megbízna valaki mást másfél évre, 2026-ig, hogy vezesse a kormányt. És nyilván Lázár János ebben az egyik lehetséges kiválasztott. Vagy, hát ilyen nyilatkozottuk utána. Vagy, akit felégetnek ezen a poszton, hogy soha többé, vagy egy ideig ne zavarjon már be, mint miniszterelnök jelölt. Tehát elégetik ezen a poszton. Szerintem Orbán Viktor minden ilyennek örül egyébként, mert hiszen mondhatja azt, hogy na, tessék, plurális a rendszerem, itt nem csak én dumálhatok, hanem vissza lehet nekem dumálni, és nagyon éles kérdéseket föl lehet vetni. A másik dolog az az, hogy ez nem a rendszernek a bomlása. Ez azt jelenti, hogy nagyon nagy a feszültség a világban. Egyébként ez megint Orbán Viktornak a malmára is hajthatja a vizet, mert azt mondhatja, hogy na ugye, hogy megszorításokra van szükség. Na ugye, hogy nem szabad ezt a háborút folytatni. Na ugye, hogy békét kell csinálni. Na ugye, hogy ez nem ezek a vélemények egyébként nem Orbán Viktor politikájának a rombolásához vezetnek csak, hanem éppen, hogy azt erősíthetik, hogy na ugye, hogy nekem van igazam, amikor. Hát ez egy nagyon érdekes felvetés, és most azt gondoltam, hogy a beszélgetésünk végén egy ilyen szupertitkot, nem is szupertitok, egy kulisszatitkot elárulok a nézőknek, ami pedig egyébként nem volt más, hogy amikor mi a Hír TV-ben tulajdonképpen együtt egy rövid ideig dolgoztunk, akkor volt egy hetes szoba, ez a szerkesztősége volt a K.O.-nak, ami ugye a kérdések órája volt, és emlékszem, hogy amikor Szabó Edinának át kellett Csintalan Sándornak adni a stafétapodot, vagy a mikrofont, akkor az Edina egy kicsit megsértődve hagyta ott a headsetjét, ledobta a székre, és távozott, és jött a Csintalan Sanyi. Ugye a kérdések órája az a te műsorod volt, ami most, hogyha jól tudom, pedig biztos, hogy jól tudom, itt a friss híreken fog visszatérni. Igen. Szeretnék egy ilyen műsort csinálni. Kérdések órája az egy olyan műsor volt, amely hát alapjában véve, vagy az ősi formát tekintve egy betelefonálós műsor. Ugye ma már a betelefonálás az lehet e-mail, lehet videón való bejelentkezés, ma már minden okostelefonról be lehet szólni egy ilyen adásba. Élőben be lehet jelentkezni, és föl lehet tenni a kérdést. Olyan műsort szeretnék csinálni, amiben kérdések hangzanak el, tehát sem engem nem kell és lehet savazni, sem a véleménymondásnak ez nem a helye, kérdéseket kell feltenni a vendégeknek. A vendégek azok lehetnek politikusok, meg lehetnek olyan emberek, akik a közérdeklődésnek a középpontjában állnak, valami történt velük, vagy valami történt azzal, amivel foglalkoznak, és az fontos lett, és egy ilyen típusú műsort, hogy ezt a műsort fogom csinálni itt a friss híreken. Ha összejön, akkor már ezen a héten. Most dolgozom ezen, ha nem, akkor jövő héttől kezdve,
És viszont te tudod az adásnak az időpontját. Az biztos, hogy szerdára és 6 órára igen, tettük, tehát igen. Szerda 6 órától lehet majd ezt a Kérdések igen. órája című műsort látni. Élőben természetesen, én azt gondolom, hogy ez egy komoly erősítés lesz a Friss Hírek csapatától. Köszönöm szépen, Péter, hogy már elfogadtad a meghívásomat. Egy kicsit kereszt promóztunk is, de nagyon sok érdekes kérdést érintettünk, akár itt Napóleontól Orbán Viktorig, és elnézést, hogy így összefűztem őket ismételten, semmi áthallást nem akartam ebbe a mondatba tenni. Persze. Péter, szóval köszönöm szépen, hogy eljöttél, és ne felejtsék, ismét Kérdések órája, de most már a frisshirek.hu YouTube csatornáján itt nálunk, és ha tetszett ez a beszélgetés, akkor nyugodtan iratkozzanak fel a csatornánkra, és kövessenek minket a TikTokon, a Facebookon és az Instagramon is. Viszontlátásra!